Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a H0-a építési nagyságú Igra tartálykocsikból fogok egy rövid mustrát tartani. 5 most frissen megjelent tartálykocsit kaptam kölcsön, ezek közül 4 88 köbméteres, egy pedig 98 köbméteres tartálykocsi van. Korábban már én is vettem egy ilyen 88 köbméteres Ermeva kocsit, amivel nagyon jó tapasztalataim voltak. A most frissen megjelent 5 kocsi is alapvetően hasonló minőséget képvisel. Kezdjük az RTI kocsijával. Ez a 88 köbméteres változat szépen kidolgozott, hazánkban is rendszeresen előforduló jármű. Ilyen kocsikból kiállított tartályvonatokat rendszeresen látok itt a 70-es vonalon például. Ezeket a szerelvényeket jellemzően RTI plehács vagy laminátka, railpool trucks vagy akár például bérelt startos gigantis szokta húzni. Most egy pályaszám jelent meg, de aki annyira nem kényes arra, hogy csak különböző számú kocsikból kiállított szerelvényeket tudjon magáénak, az egy szép hosszú vonatot össze tud rakni, hogyha több ilyen kocsit is megvásárol, akár a terepasztalon, akár a vitrinben nagyon jól mutatnak ezek a kék vagonok. A következő kocsi egy Vaskoza Rail Forward feliratos, fekete alapszínű, szintén 88 köbméteres tartálykocsi. Formára, kidolgozásra megegyezik az RTI verzióval. Ami különbség az RTI verzióhoz képest az, hogy a tetőre vezető lépcső az nem található meg ezen a kocsin, ahogy az igazén se, hiszen ezt a részletet is lekövette a gyártó. Áttérve a 98 köbméteres, lényegesen hosszabb tartálykocsira, ez már formailag is eltér a többi kocsitól, maga a tartálytest is ugye hosszabb, 5 helyett 7 osztás található rajta. Az on-rail tulajdonok kocsi ezt leszámítva egyébként minden egyéb téren hasonló kidolgozottságú és minőségű, mint társai. Utoljára a 2 zöld színű Railco tulajdonú kocsi maradt. Ők 88 köbméteres tartályok, és itt eltérő pályaszámú kocsikat kapunk. Az egyiken pedig egy BOP logó is helyet kapott. Minden Igra kocsi utólag felszerelhető kis szerelékekkel rendelkezik. Az alvázra nekünk kell a sárga kis elemeket, illetve a kocsi egyik sarkára a sárga atolató személyzet számára kialakított kapaszkodót felszerelni. Minőségileg elég magas szinten kivitelezett és formailag exakt kocsikról beszélhetünk. Ezek nem csak egy formára hasonló kocsiknak az átfestései, mint sok más gyártónál, hanem a konkrét típus pontos másai minden jellegzetességével együtt. A kocsik egyébként könnyen gurulnak, szépen kapcsolnak, rövid kapcsolóval is biztosan üzemeltethetőek, siklásra nem hajlamosak. A 6. korszakos kocsikból akár homogén, akár vegyes összeállítású tartályvonatot ki tud állítani a modellező, hazai témába is szerintem teljesen beleillő járművekről van szó, ekkor akár valamilyen hozzánk bejárós magánvasúti mozdony, akár valamilyen startos gép is besorozható eléjük. És most nézzük meg a kocsikból kiállított vegyes szerelvényt a terepasztalomon.
Ezek a bemutatott modellek nem saját járművek, a videó készítése céljából jártak nálam vendégségben. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!